Egyik szombaton Jézus vendégségbe ment a farizeusok egyik vezetőjének házába. Akik ott voltak, mind figyelték őt. Egyszer csak egy vízkóros beteg állt meg előtte. Jézus megkérdezte a törvénytanítóktól és a farizeusoktól. A törvény szerint szabad-e szombaton meggyógyítani valakit, vagy nem? De mind hallgattak. Ekkor Jézus megérintette a beteget, meggyógyította, majd elküldte. Azután ismét a törvénytanítókhoz és a farizeusokhoz fordult. Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre beleesik egy kútba, ugye azonnal kihúzzátok onnan, még akkor is, ha éppen szombat van. Azok pedig egy szót sem tudtak válaszolni. Ezután a vendégeknek is mondott egy példázatot, mert észrevette, hogyan keresik maguknak az előkelő helyeket. Ha lakodalomba hívnak, ne ülj mindjárt a legelőkelőbb helyre. Lehet, hogy a házigazda nálad előkelőbb vendéget is meghívott. Ha pedig a gazda oda megy hozzád, és azt mondja, add át neki a helyed, akkor szégyenkezve a legutolsó helyre kell ülnöd. Ezért, ha meghívnak valahová, inkább ülj a legutolsó helyre. Akkor, ha bejön a házigazda, azt mondja, barátom, ülj előbbre. Ezzel megtisztel téged a többi vendég előtt. Mert aki fölemeli magát, azt meg fogják alázni. Aki viszont megalázza magát, azt fölemelik. Ezután Jézus a házigazdához fordult. Amikor vendégséget készítesz, ne a barátaidat, testvéreidet, rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat hívd meg, hiszen akkor viszonzásul ők is meghívnak téged, és ezzel már meg is kaptad jutalmadat. Inkább szegényeket, bénákat, sántákat és vakokat hívj meg vendégségbe. Akkor boldog és áldott leszel, mert ők nem tudják a meghívásodat viszonozni. Az igazság szerető emberek feltámadásakor pedig majd megkapod ezért a jutalmadat. Ekkor az egyik vendég ezt mondta Jézusnak. Milyen boldog az, akit Isten királyságában fognak vendégül látni? Jézus így válaszolt. Egyszer valaki nagy vacsorát készített, amelyre sok vendéget meghívott. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját. Ezt üzente vele a meghívottaknak. Jöjjetek a vacsorára, mert már mindent elkészítettem. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának. Szántóföldet vettem, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki a gazdádnál. A másik ezt mondta. 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kérlek, ments ki a gazdádnál. Egy harmadik azt üzente. Éppen most házasodtam, ezért nem tudok elmenni. A szolga visszatért urához, és mindezt elmondta. A házigazda ekkor megharagudott, és megparancsolta a szolgának. Siess és hozd be a város utcáiról és tereiről a szegényeket, a bénákat, a vakokat és a sántákat. Később a szolga jelentette, Uram, megtettem, amit parancsoltál, de még mindig van szabad hely. Ekkor az úr azt mondta, menj ki az országutakra és az ösvényekre, sürgesd az embereket, hogy jöjjenek be. Azt akarom, hogy megteljen a házam vendégekkel. Mert mondom nektek, akiket először meghívtam, azok közül senki sem fog velem vacsorázni. Nagy tömeg kísérte Jézust, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta. Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem, még a saját lelkénél is. Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom. Ha tornyot akarsz építeni, akkor előbb leülsz és megtervezed a költségeket, hogy lássad, elég-e a pénzed az építkezés befejezéséhez. Különben előfordulhat, hogy az alapot megépíted, de a házat már nem tudod befejezni. Akkor pedig, aki csak látja a félbemaradt épületet, gúnyolni fog és azt mondja, ez az ember hozzákezdett az építkezéshez, de befejezni már nem tudta. Ha egy király a hadseregével háborúba indul egy másik király ellen, akkor előbb tanácskozik és haditervet készít,
Ha neki csak 10 000 katonája van, akkor meg kell gondolnia, hogy képes-e legyőzni azt az ellenfelét, aki 20 000 harcossal jön ellene. Mert ha nem, akkor inkább követeket küld az ellenséghez, amíg a másik még távol van, hogy megkérdezze a békefeltételeket. Ugyanez vonatkozik rátok is. Ha le nem mondtok mindenről, amitek csak van, nem lehettek a tanítványaim. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan lehetne ismét sóssá tenni? Az ízetlen só már semmire sem jó, sem a szántóföldre, sem a trágyára nem használható, ezért kidobják. Akinek van füle, hallja, és értse meg, amit mondok. A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. De a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek. Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt eszik velük. Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik. Ha van 100 juhod, és az egyiket elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a 99-et a pusztában, utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod? Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szükségük erre. Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak van 10 ezüstpénze, és az egyiket elveszti. Mit gondoltok? Mit fog tenni? Lámpát gyújt. Gondosan felsöpri az egész házat, és addig kutat utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. Azután örömmel elújságolja a szomszédainak, hogy megtalálta elveszett ezüstpénzét. Ezért azt mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös visszatér Istenhez.